lapozzatok, vagy körgessetek oda az alkalmazásban az egy János 3-hoz. János első levele harmadik fejezete, egyébként ha valaki szeretné, akkor a Biblia alkalmazásban az eseményeknél meg is találjátok, vagy Golgota kistarcsa.hu per jegyzet oldalon az összes igeverset, amit ma megnézünk. Úgyhogy ma kivételesen fölolvasom egyben ezt a három verset, amiről szeretnék beszélni. Az első három verset. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá. Mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, az megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Nagyon röviden a levélnek az, az előzményeiről, mert úgy még többet értünk ebből. Akik már itt voltatok az előző heteken, azok tudjátok, mondtam többször, hogy János ezt a levelet egy körlevélként írta a keresztény gyülekezeteknek, keresztény közösségeknek, olyan közösségeknek, ahol egy tévtanítás volt terjedőben éppen, a doketista tévtanítás, aminek az egyik legnagyobb jellemzője az volt, hogy nagyon helytelenül kezelték a bűn témakörét. Egy egészségtelen hozzáállásuk volt a bűn témájához. És ugye beszéltünk erről, hogy fura lehet, hogy keresztények sokszor a bűnről beszélnek, és ilyen negatív. De azt láttuk, hogy ami igazán elválasztja az embereket Istentől, ez nem is a bűn önmagában, hanem a bűnhöz való egészségtelen hozzáállás. És többet átvettünk. Láttuk, hogy mennyire el tud választani Istentől az, hogyha valaki tagadja a bűnét. Hogy azt mondja, hogy én, nálam minden rendben. És akkor így a sötétségben jár, behúzódik, és rejtőzködik, és kívül mutat egy képet, belül csak ő tudja, és is, Isten, hogy mi van. És egy ilyen képmutató életet él, kívülről minden rendben. Ez megakadályozhatja az Istennel való kapcsolatot. De az is megakadályozhatja, hogyha valaki úgy áll egészségtelenül a bűnhöz, hogy azt mondja, hogy hát nem olyan nagy dolog az. Hát úgyis van egy ilyen, mintha Isten egy ilyen mennyei kegyelem automatának néznénk, hogy hát úgyis bűnözök, majd bocsánatot kérek, és el lesz rendezve. Tehát elbagatelizáljuk, nem veszük komolyan a bűnt, nem tartjuk elég súlyosnak. Ez is útjába állhat az Istennel való kapcsolatnak. És az egész első János levele, az arról szól, hogy hogyan tudunk Istennel barátságban élni. Hogyan tudunk ő vele igazi közösségben, ez az a szó, amit használ, élni. És ennek eredményeként egymással is. És ezért beszél János a bűnről, nem azért, mert a kedvenc témája. Hanem mert tudja, hogy ezzel el kell bánni egészséges módon ahhoz, hogy ez a közösség létrejöhessen. És különösen azért is ír János erről, mert azt is leírja, hogy igazából nagyon egyszerű a bűnt elrendezni. Nem azt mondtam, hogy könnyű, de egyszerű. Nem azt mondtam, hogy olcsó, de egyszerű. Mert egyetlen egy dolog kell hozzá, a megtérés. Az, hogy az ember azt mondja, hogy én hiszek benned, Istenem. Hiszem, hogy a te mércéd a mérce. És én beismerem, hogy ezt megszektem. És tudom, hogy ezért büntetés járna. De tudom, hogy a fiad értem halt meg a kereszten, és elvette azt a büntetést, ami rám várna. És ezért én úgy döntök, hogy belekapaszkodok a fiadba, és hiszek benne. És a bűn el van rendezve. Eltűnt. Olyan igazak vagyunk Isten előtt, mintha semmit nem tettünk volna soha. És amikor János beszél erről, és nyugodtan tényleg olvassátok majd vissza az előző fejezeteket, megérkezik ehhez a mondathoz, amivel indítottuk. Hogy, hogy ez a ide érkezik meg a gondolati sorral, hogy, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy szeretettel, szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Lássátok meg, az eredeti szó, amit itt használ, az az, hogy valamit csodálattal nézni, bámulni. Emlékszem, van egy fotónk, képzeljétek el, amikor a kisfiam, az Albert, talán egy éves lehetett, vagy még annyi se volt szerintem, és először látott havat. Tehát, hogy fölébredtünk egy decemberi reggelen, és ugye fölvettem a kiságyból, és így kinézett az ablakon, és minden fehér volt, és ő ilyet még nem látott. Életében először látta, és megvan örökítve ez a pillanat, ez a, ez a, nézés, ez a. Ez a rácsodák, olyan, annyira szeretem nézni ezt a képet. És valami ilyesmi van abban, amit János ír, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított az atya. Hogy nézzétek meg ezt a szeretetet. Olyan, mintha azt mondják, hogy mint amikor a kutatók, tudjátok, rábukkannak egy új állatfajra, vagy egy új dologra a kémcsőben, vagy a mikroszkóp alatt, és így rácsodálkoznak, hogy azt a... És a Nobel-díj az, az, csak egy haba tortán, de igazán a felismerés, amikor meglátnak valami újat. És János ezt szeretné, Hogyha a gyülekezet így rácsodálkozna Isten szeretetére, hogy lássátok meg, hogy milyen, milyen faja ez a szeretetnek, milyen típus mi, milyen, milyen szeretet ez. És milyen? Azt mondja, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket. És azok is vagyunk. Hogy a Bibliának az a tanítása, hogy Isten a teremtő Isten, ő ennek a világnak az ura. Ő a törvényadója, mert ő, ez, ez, az ő, ez az ő világa. De hogy ennek ellenére Isten nem úgy tekint ránk csak, hogy a teremtményei vagyunk. Nem csak úgy akar ránk tekinteni, hogy mi az alatvalói vagyunk, akik hódoljanak be, mert ő a hatalmas. Nem csak úgy akar ránk tekinteni, hogy tessék, én adok törvényt és tartsátok be. Hanem ő a fiainak és a lányainak tart minket. És erre, amikor erre gondol János, akkor azt mondja, hogy lássátok meg, hogy ez micsoda szeretet. Olyan fura, nem, hogy Isten hatalmas. És valamelyik amerikai elnöknek volt egy ilyen mondása, hogyha tudni akarod, hogy egy emberben mi igazán, akkor adj neki hatalmat. És akkor meg fogod látni. És Istennél azt látjuk, hogy végtelen hatalma van, és ezt a végtelen hatalmát, ezt arra használja, hogy minket a gyermekeivé tegyen hogy megoldja a bűnnek a problémáját, hogy félre tegye, hogy létrejöjjön újra ez a közösség. És nagyon egyszerűen az evangélium, az ott van a János evangéliumában, harmadik rész, 16. versében, annyira kompakt módon összefoglalja, hogy nincs ennél szerintem kompaktabb megfogalmazása az evangéliumnak. Amikor azt mondja, hogy, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye, hogy, hogy beszéltem erről már az előbb, hogy, hogy igen, Isten világában élünk, igen ő a törvényadó, igen megszektük a törvényét, mindannyian megszektük Isten törvényét. De Istennek erre a megoldása az az volt, hogy odatta a fiát Jézus Krisztust, aki eljött élt egy tökéletes életet, és utána odament a keresztre, és a mi bűneinket magával vitte és elrendezte, félretette az útból. És nem csak ezt, hanem föl is támadt, amivel bizonyította, hogy ő nem csak egy jó ember volt, hanem az, akinek mondta magát az Isten. És ezt a nagyszerű ajándékot adja, hogy, hogy így lesz az ember Isten gyermekévé, hogy megérti Isten szeretetét, megérti a saját elveszettségét, és hoz egy döntést, hogy én hiszek benned, bízok benned. És azt mondja, az ige, hogy aki ezt megteszi, az nem veszik el. Tudjátok, szoktunk beszélni arról, hogy, hogy Isten egy nap ítéletet fog hirdetni. De Isten nem fogja megítélni ilyen módon azokat, akik ezt a döntést meghozták. Lesz nekünk egy másik ítéletünk a Krisztus ítélőszék előtt, ahol még ő fog nekünk jutalmakat adni, nem is értem, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy értitek, hogy milyen Istenünk van, de ott már nem lesz kérdés, hogy mi hova megyünk, amikor meghalunk. És nagyon tetszik, hogy János itt fogalmaz, azt hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Mintha ilyen, nem tudom, hogy ti is halljátok-e azt a kis büszkeséget szinte a hangjában, ahogy egy gyerek büszke az apukájára olyan módon, hogy kihúzza magát, hogy Isten gyermekeinek mondanak, és azok is vagyunk. Így, így, így olvasom én ezeket a verseket, persze én teszem hozzá a hangsúlyt. És nem tudom, hogy milyen lehet. Nem tudom, hogy ti milyen családból származtok, vagy akárki, aki hallgatja ezt az interneten. Valakinek megadatik az, hogy szerető családban nő fel, apukával, anyukával, valakinek megadatik, hogy szerető családban nő fel, vagy egy apukával, vagy egy anyukával, és igen, Isten meg tudja áldani a csonka családokat. És valakinek nem adatik meg, valaki árva. És van egy van egy barátom, nem is barátom, vagy hát barátom, de a kollégám is, tehát ezt akartam kifejezni. És őnekik van négy gyermekük, ebből kettő vérszerinti, és kettőt pedig örökbe fogadtak Etiópiából, két ilyen nagyon cuki, egy ikerpárt, és a kollégám amerikai egyébként, és mondta, hogy olyan megható volt ez az egész folyamat, hogy ők többször odautaztak, Először ugye felvették a kapcsolatot, akkor átvilágították őket, hogy alkalmasak-e az örökbefogadásra, aztán, aztán um, el kijelölték, hogy kik lennének azok a gyerkőcök, aztán akkor találkoztak velük, hogy tényleg van-e valami minimális kapcsolat, aztán utána akkor lepapírozták és hazavitték, és aztán végül ugye Amerikában pedig intézték a papírokat, és végül az ő családnevük került a gyerekek etiópiai neve elé. És hogy milyen gyönyörű ez a folyamat, nem? Hogy én csak elképzelni tudom, hogy milyen érzés lehet, főleg ha valakit idősebb korában fogadnak örökbe, amikor így nem csak az, hogy befogadott, mert már az is hatalmas dolog, de hogy a nevére vesz. Hogy onnantól kezdve senki meg nem mondja, még a legbürokratább bürokrata se, hogy a fia vagyok vagy nem. A nevére vett. És Isten ezt teszi velünk. Isten a nevére vesz minket, hogy Isten fiainak mondanak minket. És azok is vagyunk. És utána mondja egy ilyet János, hogy azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Itt János leírja ezt az átmeneti állapotot, amiben most vagyunk, hogy hogy egyrészt még Isten se látjuk teljesen tökéletesen olyannak, amilyen. Majd eljön az a pont, amikor fogjuk őt teljesen tisztán látni. Amikor még relinek se lesznek kérdései Istenről, mert mert ott lesz szemtől szembe. Most csak azért használtam ezt, mert ugye mondtad a bizonyságtételben, hogy te ilyen kérdező ember vagy. És hogy ott leszünk, és színről színre fogjuk látni. Ott lesz, lesz, egy olyan pont, ahol már nem kell ebben a helyzetben élnünk, hogy, hogy a fele ember nem is érti, hogy mi miért bízunk Istenben. Mert nem is gondolják, hogy van Isten, vagy nem biztosak benne. Hanem ott leszünk Isten jelenlétében. És János mond egy még merészebbet. Azt mondja, hogy, hogy ott majd az oké, okay, hogy Isten gyermekei vagyunk most, de még nem lett nyilvánvaló, hogy egyébként mi lesz még belőlünk ezen túl. És így emlékszem, amikor, amikor így Hallgattam először a golgotás tanításokat, még így MP3-ba 56 kilobit per szek, recsegett össze-vissza. A Gregópin volt a pásztor a Pesti Gyüliben, és, és amikor ezt így mondta, és felolvasta az Efézus 2. hetet, ahol azt mondja, hogy Isten meg akarja mutatni az eljövendő világban a kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk. Jóságából Krisztus Jézusban. Ahogy beszélt arról, hogy, hogy mi úgy gondolkozunk emberek, hogy csak jussunk a mennybe. Csak valahogy, küszöbön átcsúszva valahogy, de legyünk ott. És azt mondja, hogy Istennek ennél hihetetlen, de sokkal nagyobb terve van velünk. Ő nem csak így éppen hogy befutunk az utolsók esély, esélytelenségével, hanem Istennek az a terve, hogy megtapasztaltad itt a kegyelmét, rácsodálkoztál az Isten szeretetére, elfogadtad, újjászülettél, várod azt, hogy majd elköltözöl. És Istennek ott nem az a terve, hogy jó van, megjöttél, ülj le helyedre, hanem van egy terve, van egy programja, van egy, van egy, terve, hogy mit fog velünk ezer, meg millió éveken keresztül csinálni. És a Greg erről így mesélt, hogy tudjátok, mit fog csinálni? Azt fogja, hogy amikor már azt hiszed, hogy érted Isten kegyelmét, akkor ad még egy adagot belőle. És amikor így ó, letaglózódsz, hogy úram, uram, ennyire jó vagy, akkor azt mondja, a, még nem láttál minden. Tessék, még egy adag. És azt mondta, hogy, hogy valami ilyesmit jelent, hogy az Istennek a terve, hogy az eljövendő világban a kegyelmének a mérhetetlen gazdagságát megmutassa nekünk. Hát nem lesz elég rá egy örök élet se. És János így beszél erről, nagyon pozitív a végkicsengése, így ennek az érvelésnek, amit az első két fejezetben végigvitt, és utána elmondja a gyakorlati következtetést. Azt mondja, hogy ezért, aki így reménykedik benne, mármint Istenben, az megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki így reménykedik benne. Nem tudom, hogy ti mennyire vagytok jó emberismerők ki, ez aki jó emberismerőnek tartja magát viszonylag. Oké, hárman, négyen. Igen, én, sen, én csak példamutatásból tettem fel a kezem, én nagyon nem vagyok jó emberismerő. De ugye, mennyire befolyásol minket az első benyomás. Általában a találkozol valaki új emberrel, azért az első pár másodpercben, vagy az első pár percben, azért kialakul benned egy benyomás, ami arról szól, hogy bízhatok ebben az emberben, vagy nem. Igaz? És onnantól kezdve meghatározza az, hogy te hogy beszélsz vele, hogy kommunikálsz vele. És ugyanez igaz Istennel egyébként, hogy az, hogy milyennek látod Istent, hogy ő milyen benyomást tesz rá, hogy milyennek jelenik meg a lelki szemeid előtt, az befolyásolni fogja, hogy te bízol benne, vagy nem. Az Isten kép, az nagyon fontos. Azt mondta valaki, hogy amilyen az Istened, olyan az életed. És ezért tetszik nekem nagyon, hogy azt mondja János, hogy, hogy aki így reménykedik benne, tehát aki így reménykedik Istenben, amit az első két versben olvastunk, hogy Isten szeret minket, hogy a nevére vesz minket, aki így reménykedik Istenben, annak a teljesen következő logikus lépése, hogy megtisztítja magát. Na és ez a megtisztítja magát, ez engem így elkapott, hogy készültem, hogy olyan furcsa. Először, hogy őszinte legyek, eszembe jutottak az, hogy voltak nem régen nyulaink, Ketten, és az állatoknál ez van, hogy megtisztítják magukat, ugye így. Most ezt nem mutatom meg, de hogy, de hogy így elkezdik magukat így nyalogatni, meg, meg, meg egymást is. És még mondjuk is, ugye, hogy szoktuk ezt mondani, hogy cica mozdás, tudod, tehát amikor valaki nem akar rendesen lefürdeni, csak úgy éppen hogy. És valami ilyen érzésem volt, hogy olyan furcsa volt nekem ez a szó, hogy mi az, hogy megtisztítja magát. hogy Az egész Biblia arról szól, nem, hogy nem tudjuk magunkat megtisztítani. Tehát, hogy hogy, nem, hogy bajban vagyunk, és nem tudjuk magunkat kihúzni a gödörből. És majd látni fogjátok mindjárt, hogy összekapcsolódik a két dolog, hogy az igazi tisztítást, azt Isten végzi. Isten az, aki megtisztít minket. És mindjárt megmutatom, hogy mi a mi szerepünk ebben. De hagyj hagy, hagy fel két verset, ami ebben a levélben volt, az első fejezetben. A, először a kilencedik verset, ami erről a tisztításról szól. Ahol azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Látjátok, hogy a tisztítást Isten végzi. És hogyan? Milyen szert, milyen furcsa lesz, csak azért, hogy megmaradjon a fejetekben. Milyen tusfürdőt, milyen szappant használ Isten, hogy mi tiszták legyünk. Ott van két verse korábban a hetedik vers második felében azt mondja, hogy Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket. Minden bűntől. Ez egy olyan tisztító szer, ami nem csak a felületi koszt hozza le. Nem csak éppen hogy. Nem csak jó illatú, de nem tisztít. Ilyen is van. Hanem azt mondja, hogy minden bűntől. A másik versben, amit felolvastam, minden gonoszságtól. Csak hogy tudjátok, hogy az a vér, amit ez a víz csak jelképez, de Krisztusnak a vére, az titeket, akik ma bemerítkeztek, így tisztított meg, nem csak egy részét, nem csak azt, amit nem annyira nagy gáz, hanem minden bűnt, minden gonosságot lemosott rólatok, hogy ti tiszták vagytok Isten előtt. És ezért fogjuk majd azt az éneket énekelni a medencénél, hogy mi tisztít meg bűnömtől, csak a bárány Jézus vére. Ismeritek ezt az éneket. Mert ez az, ami megtisztít minket. Szóval akkor hogyan jön össze az, hogy Isten tisztít meg minket, de közben azt mondja János, hogy aki így reménykedik benne, az megtisztítja magát. Hagy olvassak föl egy verset Péter első leveléből, harmadik rész, 21. verse, ahol szerintem meglátjuk itt az összefüggést. Azt mondja, és ott Péter egyébként arról az időről beszél, amikor amikor Noé idejében járunk az Ószövetségben, és ugye Isten úgy dönt, hogy az emberiségnek véget vet a bűn miatt, hogy elszámoltatja az emberiséget. De épül egy bárka, senki se tudja, hogy pontosan hol, mikor, meddig vannak különböző elméletek, vitatkoznak a Teomókus testvérek, hogy hogy, hogy is volt ez, de a lényege az volt a bárkának, hogy aki abba bement. Az, az kívül maradt azon az ítéleten, ami jött az emberiségre. És ugye nyolcan mentek be abba a bárkába, Noé és a családja. És azt értjük ott a szövegkörnyezetből, hogy nem azért, mert csak őket engedték volna be, hanem mert a többiek nem hitték el, hogy jön az ítélet. A többiek nem akartak bemenni. De ők bementek, és az ajtó bezáródott, és az a nyolc ember megmenekült a többiek pedig az ítélet áldozatai lettek. És öm, azt mondja Péter itt az 1 Péter 3.21-ben, hogy most pedig titeket is megment ennek a képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter azt mondja, hogy a keresztség, az a bár, bárkával van párhuzamba, olyan, mint egy bárka, hogy, hogy, a, hogy megment minket a keresztség. De rögtön hozzá teszi, hogy nem, nem, a fizikai aspektusa, nem az a része a keresztségnek, hogy hamarosan majd bemerítünk titeket vízbe, rendes H2O, ismerjük ezt az anyagot. Tehát nem a fizikai része az, ami megment titeket, hanem az a, az a hozzáállás, ami bennetek van. A keresztség az nem egy üdvözítő ceremónia, nem egy, nem egy ilyen szertartás, hogy na most, most, még, most még, hogyha itt összeesnél, akkor, akkor nem tudom, pokolba mennél, és majd most mindjárt fél óra múlva már a mennybe mennél. A keresztség nem erről szól, hanem a keresztség arról a belső változásról, arról a belső döntésről, arról a belső elhatározásról szól, amit itt Péter úgy fogalmaz meg, hogy könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért. Amikor egy ember ráébred arra, hogy igen, ez Isten világa, igen, Isten a törvényadó, én megszektem a törvényét, én bűnös vagyok. Nem azt jelenti, hogy szörnyű, gonosz, rossz ember vagyok, de bűnös vagyok. Nem ütöm meg Isten mércéjét. És ez és ezt amikor mélyen átérzed, és eljutsz oda, hogy hallod az evangéliumot, hogy de Isten meg akarta ezt oldani, elküldte a fiát, odatta az életét a kereszten, és annyit kért tőled, hogy bízd meg benne, higgy meg benne, higgy benne, akkor könyöröksz Istenhez a jó lelki ismeretért. Hogy atyám, tisztíts meg, bocsáss meg a bűneimet, fogadja fiaddá. És abban a pillanatban ez megtörténik. Ez az a hozzáállás, ez az a megtérés, ami utána megmutatkozik a keresztségben. És ezért tartottam fontosnak kihangsúlyozni ezt, hogy az első keresztények idejében ez alig pár óra választotta el a két dolgot, mert teljesen összetartozott, hogy ó, te meghoztad ezt a döntést, te könyörögtél Istenhez, jó lelkismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által. Tehát ott van az a hit, hogy Jézus feltámadt. Akkor merítkezz be, hogy ezt mindenki lássa, hogy ez a döntésed megtörtént. Úgyhogy ez a megtisztítja magát, ez valami olyasmi, mint amikor a gyerekeim kisebbek voltak, és megkérdezték, hogy apu megfürdetsz. Hogy, hogy bennük volt a vágy, hogy érezték, hogy koszosak, és szeretnének megtisztulni, de én végeztem a tisztítást. De utána, mit mond a gyerek? Megfürödtem. Na hát valahogy azt hiszem, hogy így találkozik a mi dolgunk és Isten dolga.